ezzel is komoly problémák vannak. Ami az emberi alapjogokat, a szabadságokat illeti, hát a magántulajdon korlátozásától a sztrájkjog korlátozásán számos súlyos példát lehetne sorolni, nyilván ezek közül mindegyiknél súlyosabb a sajtó szabadság ellen intézett támadás, ami nem csak a sajtótörvényben, hanem a médiahatóságban és egyáltalán az egész Fidesznek a sajtóhoz való viszonyában működik. Tehát ilyen téren is a nagy alapintézmények után az alapjogok ellen is megindult a nagyon súlyos támadás, aminek még lesznek következményei. Most a demokratikus választások, ez a negyedik nagyon fontos, talán a legfontosabb, mert azt hiszem, hogy ha ez megvan, akkor még mindig megvan a demokráciának az a minimális föltétele, hogyha szabad és nyílt választások lehetnek, hogyha tehát leváltható törvényes úton a hatalom, akkor még mindig demokráciáról beszélhetünk. Én úgy látom, hogy Orbán Viktornak és a kormányzatnak minden törekvése arra irányul, hogy ne állhasson föl versenyképes alternatíva a majdani szabad választásokon. Én úgy látom, hogy attól a 2002-es szörnyű emléktől nem tud szabadulni ez a hatalom és ennek a vezetője, ami akkor derültékből a villámcsapásként ért, hogy elvesztette a hatalmát. Tehát az összes döntése, az összes intézkedése szerintem, amiket eddig is felsoroltam, mégis szerintem mind e felé mutat, hogy ne tudjon egy olyan politikai alternatíva megképződni, ami majd hát győzhet esetleg a választásokon. Természetesen a határon túli magyaroknak adott választójog is ezek közé tartozik, és hát afelől se lehet kétségünk, hogy a választójogot, a parlamenti választójogot ugyanúgy fogják, vagy hasonlóképpen fogják módosítani, mint az önkormányzati választójogot, és egyfordulós választás lesz, és így tovább. Tehát nagyon súlyos nehézségekkel és akadályokkal kell szembenézniük, mint azoknak, akik megpróbálnak majd a Fidesszel szemben versenyképes alternatívává válni. Na hát ez a helyzet kép, vagy annak egy része, de én ezután szeretném föltenni azt a kérdést, hogy miben bízhatunk ebben a helyzetben. Hát azt kell mondjam, hogy én sokkal optimistább vagyok, mint egy évvel ezelőtt, amikor a köztársaság napjáról megemlékezhettünk. Ez talán abból az egészséges lelki működésből is adódik, hogyha az ember lát egy bekövetkező katasztrófát, és fölméri, hogy az elhárítására nincs mód, akkor az egy nagyon rossz helyzet, de amikor már benne van a bajban, akkor megpróbál azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne belőle kimászni. Tehát ha már benne vagyunk a bajban, ahogy Mikes is mondja, akkor már tulajdonképpen nem olyan szörnyű talán a helyzet, de hát ennél többről is van szó. Ugye itt elhangzott korábban, hogy nem külföldi idegen hatalom, diktatórikus hatalom nyomására, nem kényszer hatása alatt történt meg mindaz, ami megtörtént. Majtényi László mondta úgy, hogy ökként dugtuk a fejünket a hurokba. Ez egyrészt végtelenül szomorú, másrészt optimizmusra is adhat okot, hiszen ez azt jelenti, hogy most nem az a helyzet van, ami korábban a hasonló szituációkban, hogy tudnélik az autokratikus vagy diktatórikus hatalom mögött ott állt egy olyan nemzetközi előtényező, amelyik nem engedte meg a demokratikus forgatot, hanem rá kényszerítette az országra. Most ilyen nincsen, sőt a nemzetközi környezet, ahogy az itt elhangzott részletesebben, éppen ellentétes mindazzal, ami Magyarországon történik a nyugati világban, az Európai Unióra gondolunk. Nincsenek erőforrásai ennek a berendezkedésnek hosszabb távon, úgy tűnik, ha csak ez a kalandor politika, ami Oroszország felé és Kína felé kacsingat, nem lesz sikeres, de itt is kiderült már, hogy enyhén szólva nem tárt karokkal fogadta Putyin Orbánt, és hát egyelőre a kínai kapcsolatok is eléggé mélyponton vannak, tehát és Európa Chávezéhez hasonlította, hogy a Cohn-Bendit Orbán Viktor, de hát a venezuelai olajmezők azok hiányoznak ahhoz, hogy egy ilyen típusú berendezkedést tartósan finanszírozni lehessen. Ezek nagyon kemény korlátok, vannak puha korlátok is, ami leginkább most a médiatörvény nemzetközi fogadtatása kapcsán derült ki, az európai és nyugati közvélemény és nyugati politikai körök is hát reakciója meglepte a hatalmat is, és bizonyos értelemben is nagyon biztató a számunkra, bár
ahogy szintén elhangzott, akármennyire örülhetünk is ennek a kedvező nemzetközi környezetnek, amivel mindinkább szemben megy az Orbán rezsim, a leváltását és az újabb demokratikus korszakot azt a magyar társadalomnak kell megteremtenie és kiharcolnia. Ez a mi dolgunk végső során. Ezen túl optimizmusra ad okot az a 20 év, az a nyomorúságos 20 év, vagy egyre kínosabban működő demokrácia, amelyben ebben a 20 évben zajlott, mert azért mégiscsak szabadságban éltük 20 év, fölnőtt egy-két olyan nemzedék, amelyiknek ez a természetes létállapota. Ezt is Martényi László fogalmazta meg, hogy a szabadság olyan, mint a belélegezhető oxigén, vagy az iható víz, hogy amikor van, akkor teljesen természetes számunkra, amikor azonban nincsen, akkor rádöbbenünk arra, hogy hát ennélkül nem lehet élni. A mostani civil szerveződésekben, a tüntetésekben megjelent az a, most már nem csak a Jobbik oldalán tapasztalható a fiatalok aktivitása szerencsére, hanem a demokratikus oldalon is. És végül optimizmusra ad okot, hogy nem voltam elég pessimista, hogy bár nagyon sötét jövőképet festettem Orbán kör megjelenése előtte is arról, hogy mi várható, hiszen ha ismerte az ember azt a politikai erőt, amelyik a kétharmad birtokába jutott, akkor szerintem nem érhette meglepetés. Én attól tartottam, hogy egy olyan hegemonisztikus hatalomgyakorlásra tudnak berendezkedni, amilyen a korábbi magyar történelmi korszakokban is volt, hogy tehát van egy mindenféle pozíciókkal rendelkező, bebetonozott, erős kormánypárt, politikailag, gazdaságilag, a társadalmi beágyazottságát tekintve, és az ellenzék nem kerül abba a helyzetbe, hogy komoly kihívást intézhessen, hogy leválthassa, hogy nyerhessen választást, és hogy a parlamenti váltogazdaság működjön. Ehhez persze az kell, hogy a hatalom birtokosa Tisza Kálmán józanságával, realizmusával, vagy Bethlen István mértéktartásával és bölcsességével igazgassa azt a hatalmi gépezetet, aminek az ura. Nos, meg kell állapítanunk, azt hiszem nem vagyok ezzel egyedül, hogy erről szó sincsen. Tehát olyan gátlástalanság, olyan mohóság, olyan durvaság, brutalitás nyilvánul meg minden lépésében az új hatalomnak, hogy annyi normát, annyi határt lépnek át, amelyeket nem lehet büntetlenül átlépni, amelyek miatt ellen hatások fognak ébredni. Ezek vissza fognak ütni, és én tényleg azt gondolom, hogy rövidebb ideig fog, vagy azt hiszem, vagy azt remélem, de talán gondolom is, hogy rövidebb ideig fog tartani, mint korábban gondoltuk. Lehet, hogy a vége valamilyen nagyon nagy megrázkodtatás lesz, és kataklizma következik be, de utána a valamiféle katarzis is el fog következni. A német példát hadd idézzem föl, befejezésű Vitányi Ivántól hallottam ezt a gondolatot, hogy hasonló a magyar társadalom, vagy a magyar nép viszonya a demokráciához, mint a német népé volt korábban. Ugye az első világháború után, a vesztes háború után, hát mint egy automatikusan megszabadultak az autokratikus császárságtól, és a Weimári köztársaság keretében egy parlamentáris demokráciát kaptak a németek, vagy hát itt egy spontán módon megteremtődött, és ezt nem érezték a magukénak, mindenféle egyéb okok ebben persze közrejátszottak, nem tudták megbecsülni ezt az ajándékba kapott demokráciát, és ott is jött egy világgazdasági válság, és ott is jött egy erőszakos populista kalandor, aki elámította őket, és a karjaiba szédültek. Csak hogy ezek után jött egy irtózatos kataklizma. Nyilván ilyenre több okból nem kell számítanunk, nem lesz ilyen mély és súlyos megrázkodtatás, ami előttünk áll. De miután ezen túljutott a németség, a második világháború után megtanulta becsülni azt a demokráciát, amit nem tudott az első világháború és 1933 között, és hát ma nyugodtan elmondhatjuk, hogy az egyik legszilárdabb bázisa a német társadalom a demokráciának, nem csak az angol, vagy a francia, vagy az amerikai társadalomra lehet hivatkozni, a német társadalom legalább olyan biztos és szilárd demokráciát tart fönn, működtet és élvez,
mint bármelyik más régebben a demokráciával ismerős állam. Megállapíthatjuk, hát reméljük, hogy mi most itt tartunk, hogy megyünk be. Mi is egy populista, erőszakos kalandornak a karjaiba szédültünk nagyobb arányban, mint annak idején a németek, már a választási eredményekre gondolok. Talán az ebből a tanulság, hogy az ajándékba kapott demokrácia, amiért nem küzd meg egy társadalom, az nem lehet igazán tartós, vagy mondhatnám úgy is, hogy nem lehet közvetlenül a demokrácia mennyországába jutni, előbb a purgatóriumon túl kell esnünk. Hát most ez áll előttünk, a purgatórium, ami nem csak meleg, forró és kínos, hanem egyben valamilyen megtisztulást, meg valamilyen önmagunkra ébredést is jelent, és aztán, ha ezen túljutottunk, túl fogunk rajta jutni, akkor majd egy olyan demokráciát építhetünk, ami ha nem is lesz mennyország, de talán jobb lesz, mint az a 20 év, amit most csinálunk. Köszönöm szépen a figyelmet!